26. alkalommal rendezték meg Sárospatakon a Pünkösdi gyermektánc találkozót, amely a népi hagyományköré épülő kulturális programként egyben a város egészére kiterjedő Pünkösdi ünnepségsorozat nyitó rendezvénye is volt. Az utóbbi 3 évben a Szent Erzsébet katolikus általános iskola tanulói is kiveszik a részüket a rendezvényekből, ez alkalommal is egy jelenetet adtak elő a város szülötte Szent Erzsébet életéből. A tanítványainkkal szemben is próbáljuk egymással szemben is ezt a szeretetet továbbadni, a segítőkészséget, az önzetlenséget. Ez minden formában megjelenik a tanórán kívüli tevékenységeknél is. Valamint az, hogy türelmesek legyünk egymással, próbáljunk egymásra jobban odafigyelni a mindennapok során, a rohanó élet mellett nagyon fontos az, hogy az Isten szeretetét és Szent Erzsébet szeretetét is továbbadjuk a körülöttünk élők számára. A gyermektánc találkozót megnyitó Csatlósné Komáromi Katalin szerint a Szentnegyed megléte, az Erzsébet kultusz erősödése és a fiatal táncosok szereplése egymást kiegészítve teszik hagyományozó programmá a tánc találkozót. Két fontos üzenete van, az egyik szintén ez a generációkon át öröklődő hagyományőrző rendezvény, másrészt pedig, hogy egy fontos fórum a térség táncosainak, hiszen itt a tanév végéhez közeledve minden csoport a tudása legjavát mutatja be, vagy esetleg készít olyan koreográfiát, amely konkrétan a pünkösdi ünnepkörhöz is kötődik. A Pünkösdnek számos népi és vallási hagyománya van, ezek mind fellelhetőek a pataki forgatagban. Vannak egyházi programok, vannak a középkori hagyományokat felelevinítő Szent Erzsébet életéhez kötődő programok, és mi pedig a pünkösdi népszokásokat, illetve hát a pünkösdi bálok hangulatát próbáljuk megidézni ilyenkor. Tehát azt gondolom, hogy ez a sokrétűség jellemzi itt Sárospatakot és ezt a hétvégét, ezt a hétvégi ünnepkört, és ennek 26. alkalommal maga ez a gyerektánc találkozó is a szokás felelevenítésekkel, a néptánc bemutatókkal, a táncházakkal, a mulatságokkal ez a része. A pünkösdi gyermektánc találkozón 10 tánccsoport vett részt, a délután során több mint 300 gyermek állt színpadra, hogy bemutassa a tánctudását.